Sziasztok! Most egy olyan dolgot szeretnék megmutatni, ami elég gyakran előfordul az olyan gépeknél, amiket otthon házilag javítottak, és nem figyelnek oda a részletekre, mint például, hogy a gumicsövek hogyan állnak a csatlakozásokon. Ugye már több videóban, több csapágyas és szivattyúcserés videóban is mondtam, hogy amikor leszedünk egy gumicsövet, ajánlatos megjelölni a gumicsövet, hogy hogy volt rajta, milyen szögben volt, mert amikor a dob mozog belül és súly nehezkedik a dobra, dobja le, a dob lenyomja, vagy ha a súly lenyomja a dobot, akkor a cső, az a gumicső akár megtörhet, és akkor dugulás keletkezhet. Tehát ez a tipikus eset, itt már látjuk is, hogy megy be a mosógépbe a víz, és a mosószer tartálynál folyik ki a víz. Ez egy tipikus az az eset, amikor azt a csövet, ott a lefolyó csövet nem jól rakták vissza, ugye telik be a víz, és itt folyik ki, mert nem tud befolyni a cső, a csövön keresztül a dobba a víz. Hát remélem látszik, hogy... És ezt a gépet, ezt tudom, hogy megcsapágyazták, és hát valószínűleg, aki csapágyazta, meg is állítom, remélem tisztán látszik, hogy itt folyik ki a víz. De azért dobba is folyik, tehát benn van a víz, csak nem tud az a víz befolyni a dobba, amit beenged a mosógép, mert itt ez a cső nem jót lett visszarakva a helyére, és meg van törve valószínű. Tehát ezt a gépet csapágyozták, és nem figyelték meg, hogy hogyan kellene állni ezeknek a csöveknek ott, és ez a probléma. Na, ezt szeretném megmutatni, tehát elmagyarázni, hogy milyen fontos, hogy oda figyeljünk a csövek szögére, ugyanúgy rakjuk vissza őket. Szétszedem a gépet, és akkor megmutatom tulajdonképpen, hogy mi a probléma a géppel. Oké, csak akkor most nem az a lényeg, hogy hogy szedem szét, csak mutatom, hogyha már esetleg ilyen gépetek van, akkor tudjátok, hogy hogy kell szétszedni. Na, először kiveszem a mosószertartó fiókot. Itt van egy gomb, az van ráírva, hogy push, ezt kell lenyomni, és például teljesen kijön. Azt. Akkor itt van két csavar, azt kitekertem, akkor hátul van két csavar, a tetejét fogja, azt le kell szedni a tetejét. Alulról van két csavar, akkor hátrafelé lejön a teteje. Akkor itt van fönn két csavar, ott egy, meg ugyanúgy a másik oldalon egy, és akkor a vezérlőpanel tulajdonképpen így eljön, és akkor ez így mehet félre, és akkor, ja, még azt akartam most megmutatni, hogy arról is látszik, hogy nem nagyon figyeltek oda az összeszerelésnél, hogy kinyitom az ajtót, látszik, hogy itt a ez a kis vájat, ahol a víznek kell lefolynia, meg belül a lyukak, nem tudom, látszik-e jól, remélem látszik, belül azok a lyukak, ami itt az fölgyülemlő vizet átvezeti a dobba, na azok nem a legalul vannak. Tehát ennek a vájatnak körülbelül itt kéne lennie, ez a legalsó pontja, tehát amikor ezt a gumit rakták vissza, nem is tudom, hogy miért szedték le a dobról, amikor csapágyoztak, mert nem kellene leszedni, de mindegy. Ez nem jó került vissza. Tehát ez már egy elve látszik, hogy nem igazán figyeltek oda. Tehát erre is oda kéne figyelni. Akkor ezt le kell szedni. Az ajtógumit le kell szedni. Okay.
Úgyhogy ezt is meg kell majd igazítanom. És akkor én már leszettem az előlapnak a csavarait. Alul van három csavar, meg fölül van két csavar. És akkor az egész elvileg így fölfelé el kell mozdítani. Felejtsük el lehúzni az ajtókapcsoló. Ups. Az ajtókapcsolónak a vezetékét. Tehát az ajtókapcsoló vezetékét húzzuk le. Stekkerét. És akkor ez mehet félre. És akkor hát igen, itt látszik is, tisztán már látszik is, hogy nem tudom, hogy mennyire látszik a kamerán keresztül, de itt ez az egész cső, itt megvan tekeredve. Ugye ez a bilincse így van, tehát tulajdonképpen ha megnézzük, itt van egy vájat, az még aránylag egész jó helyen van, ez a vájat annak a műanyagnak kell lenni, tehát ez nagyon nincs elcsúszva, de ott a magán a dobon azt a csövet is leszették, teljesen fölöslegesen, ott azt, mindjárt megpróbálom leszedni leszedem a súlyt, meg leszedem ezt a, ezt nem szedem le, mert akkor nem látszik. Leszedem a súlyt, és akkor meghozok egy zseblámpát, és akkor jobban fogjuk látni. Jó, leszedtem a súlyt, és akkor tulajdonképpen látjuk, hogy itt van a fölfogatása, a csatlakozása a mosószerfiókhoz, a felső, az aránylag egész jó helyen van, és akkor ahogy így jön a cső, itt meg van törve, ahogy rácsatlakozik a dobra, nem abban a szögben, ahogy kéne állnia, és ez egészben van egy törés. Tehát itt összeszűkül az egész cső, tehát leszűkül a keresztmetszete, és hát nem tudom, negyedére leszűkül körülbelül, és akkor már nem folyik be annyi víz a dobba, amennyit beenged a szelep, és akkor itt kifolyik. És ugyanúgy itt kifolyik, látszik, hogy itt már vízköves is, és itt végigfolyt belül a gépen belül, a víz, tehát ezt még így használták elég sokáig, meg hát ugyanúgy kifelé is folyik, ahogy láttuk az előbb. Úgyhogy mindjárt megpróbálom helyre rakni, és akkor utána visszajövök. Közben nekem eszembe jutott, hogy nekem van egy ugyanilyen mosógépem szétszedve darabokra, csapágyakra várok, és gondoltam, akkor megmutatom már ezen, hogy van. És ha megnézzük, hogy ennek így kell állni, hogy a dobház az úgy van csatlakoztatva, hogy lefelé van ez a cső, és akkor úgy elkezd kanyarodni. És ha megnézem a másikat, az abszolút nem... Az nem lefelé van, hanem már eleve kifelé kanyarodik, tehát abszolút nincsen jó helyen. Tehát úgy néz ki, hogy ugye ennek a felső felének ugyanúgy kell maradnia, ugyanabba a pozícióba kell maradni, és az egész így megvan fölfelé, tehát valahogy így, valahogy így van. Hát ez természetesen elnyomódik itt a cső, mindenképp. Tehát azért vannak, tehát ők kitalálták, azért vannak ezek a bevágások, itt a kis műanyagok, ott a kis pöcök, meg ebbe a gumiba, hogy mutassam,
itt ebbe a gumiba, de így, így talán ha ráfókuszol, oké. Ott, ebbe a gumiba is ott van a bevágás, tehát nem véletlenül van az ott, hogy annak a bevágásnak arra a pöcökre kell esnie. És ugyanúgy a másik felén is van, másik felén még kettő is van. Tehát erre kell odafigyelni, mert akkor ilyen problémák lesznek, hogyha nem figyelünk rá. Jó, akkor a másikat mindjárt helyreigazítom, és akkor megnézzük, hogy mi a különbség tulajdonképpen. Jó, nem tudom, látszik-e, de most teljesen a helyén van, oda beugrott a pöcök, és teljesen máshogy áll. Egyszerűen nem tudom, hogy... Tehát nem mindegy, hogy rakjuk vissza a csövet. Nem az, hogy fölrakjuk a csövet, az jó lesz, hanem oda kell figyelni, hogy áll a cső. Teljesen egyértelmű, hogy most már nincsen megtörés a csőben, és be fog folyni a víz. Jó, már máshogy is néz ki az egész. Na hát ennyi lett volna, ennyit szerettem volna mutatni, hogy erre figyeljünk oda, ha szétszedjük a mosógépünket. És akkor itt a másik élő példa, már én is jártam így, hogy a szivattyút húztam le, szivattyúnak a csövét húztam le, és nem figyeltem oda. Itt is vannak jelzőpöckök, egy nyíl, meg a másik nyíl hátrafelé mutat, tehát ez is fontos, mert hogyha megpakoljuk a ruhát súlya, akkor lehet, hogy itt ez a cső megtörik. Vagy a mosógépet megpakoljuk ruhával, akkor lejjebb megy a dob a súly hatására, és ez a cső megtörik. És akkor nem fog tudni szivattyúzni, mert nem folyik át a víz a csőben. Tehát ezekre is figyeljünk oda. Ugyanúgy a másik felén, a dobnál is, arra a csőre. Ez a két cső van a mosógépen belül, ami ugye igazán fontos. Hát a mai videó ennyi lett volna. Majd még jelentkezek. Köszi, hogy megnéztétek. Ha kérdés van, szóljatok, ha tudok, segítek. Nem mindig tudok segíteni, de ha tudok, akkor szívesen segítek. Sziasztok!